Marosvásárhely 2024-es költségvetéséről számolt be Sózs Zoltán, a város polgármestere. Szerinte a város történetének második legnagyobb költségvetése, egyben a gondoskodás és fejlesztés költségvetése is. Sajtótájékoztatón mutatta be Sózs Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a város 2024-es költségvetését. Az idei költségvetést a gondoskodás és fejlesztés költségvetésének nevezte, hiszen nem emelték a városi adókat, növelték a szociális kiadások összegét, valamint prioritásként kezelik az iskolák és iskolahálózat felújítását. A helyi költségvetés tervezett bevételeit összesen 607 millió lejre, illetve a kiadásokat 625 millió lejre becsülik. Ez a város történetének második legnagyobb költségvetése, ennél nagyobb csak a tavalyi rekordköltségvetés volt, közölte. Ennek három oka van, hogy valamelyest kisebb a költségvetés. A bevételei a városnak nagyobbak. A tavainál minden évben növekedtek a bevételek, és arra is büszke vagyok, hogy Marosvásárhely vezetése és a helyi tanács együttesen úgy döntöttünk, hogy nem terheljük a lakosságra az inflációt. A helyi adókat tehát többségében nem emeltük semennyire, ahol emelés volt, az az inflációs rátát jelentette. Elmondta, közel 89 millió lejt irányoztak elő beruházásokra, ebből majdnem 16 milliót oktatásra, 20,5 milliót közúti infrastruktúrára, szinte 11,5 milliót lakásrendszerfejlesztésre, illetve 600 ezer lejt tömegközlekedésre. De beruházásokra, városi térségben és egyéb közszolgáltatásokra majdnem 40,5 millió lejt fordítanak. Ehhez hozzáadódik az országos helyreállítási tervből lehívott összeg, amire eddig 27 millió lej a jóváhagyott keret, és a 2024-es uniós alapok költségvetése is, ami 54 millió. Összességében fejlesztésekre körülbelül 143 millió lej jut, javításokra pedig 50 millió lej. A polgármester kiemelte, mandátumának kezdete óta tégláról téglára építi újjá a várost, és a munka számos eredménye már látszik, de rengeteg olyan feladat van, amit még el kell végezni. Pontosításokat kért a város elfogadott költségvetése kapcsán a liberális Ciprián Dobré vezette prefektúra, illetve kilátásba helyezte, hogy a büdzsét elfogadó tanácsi határozatot megtámadja a közigazgatási bíróságon, ha a választ nem találja kielégítőnek.